Tisztelt hallgatóság, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Lengyel Elizabet vagyok, a Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgatója, és igazából most én képviselem a kutatócsoportot, habár amúgy Gelei Andreát lehet, hogy jobban ismerik, hiszen ő, aki a logisztikai bizottsággal szorosabban együtt szokott működni, illetve Ternai Katalin még, aki az IT-s oldalával vett részt a projektben. Úgyhogy mi vagyunk így hárman a cikknek a szerzője, amely megjelent a logisztikai évkönyvben, és ezúton is köszönjük szépen a lehetőséget, illetve a mai előadásra is, hiszen a cikk, ha bár terjedelmében természetesen nem tudtunk minden részletet beleírni a módszertanról, hogy hogyan dolgoztuk ki a modellünket, itt legalább lehetőségem van egy kicsit betekintést nyújtani így a módszertani oldalába is. Nos, az előadás első felében nem biztos, hogy fogják érezni az ellátási lánc vagy a logisztikai vonalat, viszont ígérem, hogy az előadásom végére egy kicsit összerendeződnek majd a gondolatok, illetve az élelmiszeripar specifikusan és ezeknek a szereplőire fogjuk megnézni a modellnek az alkalmazását, illetve tesztelését. Úgyhogy először is, mi indukálta a kutatásunkat? Az ipar 4.0 egy nagyon csalogató, hívogató szó, bizonyára önök is találkoztak már akár a koncepcióval, vagy a technológiával, technológiáival a gyakorlatban. Ugyanakkor sok esetben ez tényleg csak hívó szó marad, illetve koncepció. Kevésbé tudott azonban, hogy azok a vállalatok, akik belekezdenek egy ilyen jellegű fejlesztésbe, vagy technológiai implementációba, sokszor elvéreznek. Miért véreznek el? Igazából a kulcskérdés az, hogy egyáltalán miért nem tudnak róla, hogy ők képesek-e az ipar 4.0 technológiákat alkalmazni vagy implementálni. Sok esetben nincsenek tisztában azzal, hogy milyen képességeik vannak, akár digitális téren, akár pedig folyamat képesség szinten. Úgyhogy természetesen ennek kikerülésére, illetve megoldására sok-sok akadémiai, illetve ipari modell elkészült már. Ezek a modellek kifejezetten a digitális érettségnek a vizsgálatára szakosodtak, ennek vizsgálatára jöttek létre. Azonban a legtöbb modell vagy általánosan vizsgálja a vállalatokat, vagy pedig speciálisan, vagy KKV-kra, vagy pedig nagyvállalatokra. Úgyhogy ez volt szintén az egyik gondolatmenet, ami kicsit arra késztetett minket, hogy mi is letisztázzuk ezt a témakört, illetve területet, és kutatási részt találjunk ezen belül. Számunkra még a projekt keretében fontos volt az, hogy egy bizonyos szegmens, azaz a KKV szegmens nehézségét vizsgáljuk meg. Ugye biztos önök számára is egy kicsit távolinak tűnhet akár az, hogy egy KKV valaha ipar 4.0-val dolgozzon és foglalkozzon. Természetesen vannak már olyan KKV-k, akik akár beszállítói mi voltukból már rá vannak utalva arra, hogy a megrendelő vállalat miatt olyan digitális eszközöket és struktúrát alakítson ki, ami tulajdonképpen már ipar 4.0. Azonban sok KKV még mindig nehézségekkel küzd. Úgyhogy ezek a kérdések indukálták gyakorlatilag az egész kutatásunkat, és éppen ezért egy kicsit úgy gondoltuk, hogy szorosabban és közelebbről meg fogjuk vizsgálni az ipar 4.0-át, mint koncepciót. Ugyanis ez a számunkra az irodalmazás miatt is nagyon fontos volt, ugyanis több kutató is szinonímaként használja akár a smart manufacturing-el, akár a smart factory kifejezésekkel ezt a negyedik ipari forradalmat. Ugye azt azért tudjuk, hogy gyakorlatilag ez tényleg a termelésből indult ki maga a koncepció, tehát a termelésnek a legmagasabb szintű digitalizálásából, és ennek szerves része maga az intelligens termelésre való átállás. Ez természetesen azért egy komolyabb technológiai előkészítést igényel, és pontosan erre valók például a felkészültségi modellek. Az előzetes irodalmazás során úgy találtuk, hogy a kutatók javarésze, ha bár tisztában van a felkészültség és az érettség fogalmának a különbségével, mégis gyakran ezeket is szinonímaként használják. Nem volt számunkra egyértelmű, hogy egyáltalán milyen úton induljunk el, hogy a saját modellünket meg tudjuk alkotni. Úgyhogy ezek alapján definiáltuk a kutatási kérdéseinket.
Az első kérdésünk az volt, hogy egyáltalán tisztába tegyük a KKV-k nehézségeit, vagy úgy általában véve a vállalatok kihívásait megfigyeljük, hogy egy Ipar 4.0 projektben, hogyha részt vesznek, ők mivel szembesülnek. Tehát mi az, amitől elvérzik például egy projekt. És erre gondoltuk, hogy egy koncepcionálisan megalkotunk egy ilyen felkészültségi modellt. Ezt követően, hogy megértettük a hátterét, mindenképpen a gyakorlatra is szerettük volna átvinni, így a modellt konkrétan egy kérdőív formájában, illetve egy táblázatos értékelés formájában megalkottuk. Az volt a célunk, hogy egy folyamat és IT-orientált, KKV-specifikus felkészültségi modellt hozzunk létre. A gyakorlatban, illetve korábbi irodalmakban az volt a tapasztalat, hogy ezek a modellek sokszor az önellenőrzésre is lehetőséget adnak. Ugye az a cél, hogy lássuk a saját szervezeti képességeinket, és pont egy ilyen modell képes arra, hogyha tudják használni a vállalati szakemberek, akkor saját magukat nagyon jól tudják értékelni, és akár megtervezni az utat az Ipar 4.0 felé. Milyen módszert annál dolgoztunk? Ez szintén egy kicsit tudományosabb, vagy akár egy kicsit szárazabb része a tanulmánynak, viszont ezen keresztül fogom bemutatni, hogy hogyan haladtunk és jutottunk el egészen a modell megalkotásáig. Módszertannak, illetve keretrendszernek az úgynevezett Design Science Research módszertant választottuk, mégpedig azért, mert az irodalomban fellelhető legtöbb modell, amit elkészítettek, javarészt ezt a módszertant használja. Körülbelül egyébként olyan 100 cikket olvastunk át, ezek közül nagyjából a felét mélyebben is elemeztünk, illetve végeztünk szisztematikus irodalmazást is, habár ez nem került publikálásra. Mit láthatunk? Összességében maga a módszertan 3 fő ciklusból áll. Az első és gyakorlatilag párhuzamosan egymás mellett haladó ciklus maga a tudományos szigor ciklus, ami a jobb oldalon helyezkedik el, illetve a relevancia ciklus. A tudományos szigor ciklus az kifejezetten az interneten fellelhető irodalmak összegzését és áttekintését, valamint értékelését vonja magába, és ezt követően, vagy már így párhuzamosan elkezdve, a relevancia ciklus is futhat. A relevancia ciklus már sokkal inkább gyakorlati oldalról közelíti meg a leendő modellnek a megalkotását. Itt magát a környezetet vizsgáljuk, hogy hogyan fog működni a modell az adott környezetben, illetve milyen kihívásokkal kell szembenéznie. Ebben az esetben a gyakorlatban, illetve mi is használtunk, vagy szerveztünk workshopokat, illetve interjúkat is szakértőkkel, ezt is a későbbiekben majd bemutatom. Tehát a relevancia ciklusban elkészül a prototípusa magának a modellnek, és ezt követően a design ciklus, ami az egyik legérdekesebb része az egész módszertannak. Beledobjuk a mély vízbe a modellt, és leteszteljük vállalati partnereknél, akik úgy töltik ki a kérdőívet, hogy a saját működésüket veszik górcső alá. És ugye ezt jelképezi majd ennek a teszt részének az eredményét a 3 vállalatnál tett tesztelésünk. Jó. És akkor így az ábra mentén szeretném bemutatni az egyes ciklusokat, hogy gyakorlatilag miket csináltunk. Ugye a tudományos szigor ciklusában megvalósult az irodalmi áttekintés, feltártuk azokat a létező modelleket, amelyek jelentősek mind felkészültség, mind érettség mérése terén, illetve megpróbáltuk megérteni ugye az említett különbséget köztük, hiszen ez a kettő nem ugyanaz. Ezt követően, miután meghatároztuk a különbséget, kiválasztottunk 2 modellt számszerűsítve, amelyből inspirálódva és annak dimenzióit felhasználva mi is elkezdtük megalkotni a modellünket. Na, és akkor mi a várva várt különbség a kettő között? Míg a felkészültségi modellek kifejezetten egy bizonyos képességnek az érettségét vizsgálják, tehát ebben az esetben a vállalat a szervezeten belüli különböző akár digitális, akár folyamat képességeknek az érettségét vizsgálják, addig az érettségi modellek már az Ipar 4.0 technológiáknak a meglétét és azoknak az érettségi szintjét vizsgálja.
Ez nem volt teljesen egyértelmű minden szakirodalomban, sokan keverték, viszont hosszas kutatás után sikerült ezt a kettőt szétválasztanunk, és kiválasztanunk a felkészültségi modellek kategóriáját, hiszen számunkra az, hogy hogyan készülünk fel az ipar 4.0-ra, mindenképpen az a fontos, hogy milyen képességeink vannak ehhez. Úgyhogy számunkra az előbbi volt a kifejezetten releváns modellek. Ezt követően kiválasztottunk még kettő darab modellt, az úgynevezett CMMI modellt, amely kifejezetten a folyamat képességek dimenzióival foglalkozik, valamint LIM és KIM IT érettségi modelljét, ez pedig természetesen az IT dimenziókat veszi sorra és részletesen mutatja be. Egyébként fellelhető még az irodalmakban, hogyha összegezzük a dimenziókat, amelyeket megtaláltunk, maga az információ és technológia, a folyamat, a stratégia, illetve az innováció is. Ezeket mind-mind hangsúlyozták, ugyanakkor hangsúlyozták ugye a humán erőforrás fontosságát, mind dimenzió az ipar 4.0-val kapcsolatban. Viszont számunkra, ahogy kutattuk a témakört, a folyamat, illetve az IT modellek voltak szimpatikusabbak. És akkor a relevancia ciklus. Ez, mint említettem, már a gyakorlati oldala volt a kutatásunknak. Megvizsgáltuk azt, hogy workshopok, illetve interjúk révén, hogy az, amit eddig találtunk a szakirodalmakban, mennyire relevánsak. Az a prototípus, az a kérdőív, amit először első verzióként megcsináltunk, az mennyire állja meg a helyét a gyakorlatban. Ehhez segítségül hívtunk szakembereket, és az ő jellemzőiket, karakterisztikájukat mutatja ez a táblázat. Mindenképpen az volt a célunk, hogy olyan embereket szólaltassunk meg a modellel kapcsolatban, akiknek van ipar 4.0 tapasztalata. Nyilván ők tudnak leginkább reagálni a mi modellünkre, a mi kérdéseinkre, ők tudják leginkább azt, hogy mire van szükség ahhoz, hogy valaki valaha ipar 4.0-át sikeresen tudjon implementálni. Ők többek között egyébként, mint látható, ügyvezetők voltak, tehát vízióval is rendelkezhetnek úgymond az ipar 4.0-ról, illetve a szakmai hátterüket tekintve több téren is van tapasztalatuk, főként IT szakemberek voltak, vagy ERP szakértők, és vállalati hátterüket tekintve pedig KKV-kkal, de volt, akinél vegyesen nagyvállalat dolgozott, illetve természetesen főként termelő vállalatoknál. Tapasztalat is kiemelendő, ugye nagyjából 20-30 év körüli tapasztalattal rendelkeztek. És akkor. Miután megvoltak természetesen az interjúk, elkészültek az átiratok, mélyebben elemeztük őket szövegelemzéssel, és azt kaptuk úgy összességében így az első körös megkérdezésekkor, hogy ez a két dimenzió abszolút mértékben megfelel annak, hogy a mi modellünket végső soron teljes mértékben összerakjuk. Egyetlen egy dolgot hiányoltak, mégpedig a kiberbiztonsági dimenziót. Ezt majd minden szakember kiemelte, hogy a kiberbiztonsági képesség az egy rendkívül fontos dolog, hogy ez meglegyen a vállalatoknál, hogyha ipar 4.0-ra készülnek. Egyébként ez most, ha így már utólag belegondolunk, ez magától értetődő, hiszen a magas digitalizáltsági szint, a gépek közötti kommunikáció természetesen mindenképpen kiberbiztonságot követel. Sajnálatos módon viszont mégsem találtunk erre semmilyen modellt, ami kifejezetten ezzel foglalkozna. Úgyhogy kiegészítve úgymond a kétdimenziós modellünket háromra, bevettük a kiberbiztonsági képességeket is, és hát modellhíján igazából a szakértői javaslatokra építettünk, és így alkottuk meg a kérdőívben az erre vonatkozó kérdéseket. És akkor egy kis részlet magából a modellből, hogyan néz ki a folyamatképesség modellünk. Az oldalsó sávban láthatóak a különböző érettségi szintek. Ugye ez, mint említettem, nem összekeverendő az
ipar 4.0 érettséggel, hiszen ez képességi érettségi szintekre utalnak. Kezdeti menedzsel, definiált, teljesítményvezérelt, optimalizált, igazából a CMMI az így nevezte el a különböző szinteket, mi ezen nem is változtattunk. Viszont maguk a különböző dimenziók azok már azért sokkal specifikáltabbak, mint ahogy az a CMMI-ban szerepelt. Kombináltuk, kiterjesztettük, megváltoztattuk azt szerint, hogy ugye a szakemberek is hogyan javasolták, és három nagyobb dimenziót különíthetünk el, folyamatszabályozás, fejlesztés és integráció. Ami, ahogyan úgymond kinéz az értékelés a modellen belül, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha az adott dimenzióhoz kapcsolódó kérdésekre válaszolt mondjuk egy olyat, hogy a működés szabályozása adhok, akkor az alsó szintek bekerül. Tehát bekerül a cellába az adott vállalat, és ennek megfelelően láthatja, hogy milyen szinten van az adott dimenzióban. Az IT érettségi modell az struktúrájában hasonló, az ábra úgymond csak így képviseli ezt a struktúrát az előzőhöz hasonlóan. Itt is 5 szintet különböztettünk meg, illetve a dimenziókat is a szakértői vélemények alapján, illetve az irodalmak alapján állítottuk össze. Természetesen itt egy kicsit több dimenzió áll fenn, hiszen, mint említettem, a digitalizáltság révén azért az IT elég jelentős hangsúlyt kap a dimenziók révén. Ezt mindenképpen jobban és mélyebben fel kell mérni. Itt minden egyes dimenzióhoz kapcsolódott legalább 2-3 vagy akár 4 aldimenzió is, és az értékelésben ugyanígy a celláknak megfelelően épültek be a válaszok. És akkor a kiberbiztonsági modell, mit említettem, ehhez nem kapcsolódott szakirodalmi előzmény, így a javaslatok alapján 2 kérdéscsoport szerint válogattuk szét a kérdéseket. Az első, amit feltettek és javasoltak nekünk a vállalati szakemberek, hogy kérdés, fontos kérdés, hogy az információbiztonság hol helyezkedik el. Javaslatuk szerint az lenne a legjobb eset, hogyha a vállalatnak a belső kontrollrendszerének a részét képezni. Ez azért valahol érthető. A másik pedig az, hogy az információbiztonságot egy elfogadott módszertan alapján végezzék, például itt lehet gondolni mondjuk a COBIT módszertanra. És akkor hoztam néhány szeletet magából a kérdőívből. Rákérdeztünk a többszintű engedélyezési rendszerre, többszintű belépési rendszerekre, digitális adatoknak hogyan kerülnek ezek tárolásra, akár felhő alapon, itt is lehet egy kockázat, illetve természetesen a vírusértő szoftverek használata. Ez csak egy kis részlet magából a kérdőívből. És akkor a kérdőívnek egy másik része, erről is hoztam néhány képet, maga a folyamat képességet, hogyan mértük fel részleteiben. A legtöbb kérdésünk úgy alakult és úgy részleteződött, hogy igyekeztünk megismerni a különböző funkcióterületeket és az ott megjelenő képességeket. Tehát itt látható, hogy például a folyamat szabályozás projekt alapon működik-e a vállalatnál vagy nem, és akkor be lehetett jelölni, hogy mely területen igen, és mely területen nem. És az értékelésben természetesen ezek összegzésre kerültek. De mindenképp egy jó szembesítés a vállalatoknak az, hogyha egyáltalán ők is látják, hogy milyen szinten vannak is, hogy melyeknél van probléma. Folyamatszabályozási dokumentumokra is kitértünk. Felülvizsgálatra kerülnek-e, milyen gyakran ellenőrizhető, vagy például vannak-e közös irányelvek a folyamatszabályozás terén. Biztosan önök is találkoztak már többször akár ERP, mert gyakorlatilag egy ERP bevezetése az majdnem lehet olyan, mint az IPA 4.0 bevezetése, csak ugye digitalizáltsági szinten egy kicsit alacsonyabb szinten van. Tehát az ERP bevezetések is sokszor elvéreznek, mert nincsenek tisztában a vállalatok a folyamat képességeikkel. Sokszor azt se tudják, hogy hogyan vannak a folyamataik. Nincs se dokumentálva, se úgy általában véve Marika néni tudja lent, de ez nincs leírva sose. Szóval ezek általában előfordulnak. És ezért ez egy fontos kérdés. Jó. És akkor most átugorva még az IT képességre.
Itt az egyik fontos tényező az volt, hogy nyilván aki ipar 4.0-nak a megközelítésében gondolkozik, akkor mindenképpen valamilyen szintű befektetést kell tenni erre. Sokszor előfordult, hogy megkérdezve akár a szakértőket is, elmondták a tapasztalataikat, hogy valójában lehet, hogy van egy IT víziója a vállalatnak, viszont egyáltalán nem hajlandó ebből fektetni, akár az árbevételének nagyon minimális százalékát költi az IT fejlesztésekre. Ugye ez egy alapvetően egy negatívabb hozzáállás. Jó. Igen, még rákérdeztünk az IT platformokra is, esetleg szigetszerűen működnek a rendszerek, vagy össze vannak kapcsolva, illetve az IT szervezet státuszára is. Ez is egy nyilván egy rendkívül fontos dolog, van egy dedikált pozíciója egyáltalán. KKV-knál azért megfigyelhető, hogy nem feltétlenül van külön IT egységük, általában, vagy nem általában, de azért előfordul, hogy van egy IT szakember, aki úgymond mindenhez is ért. Tehát ez is előfordulhat a KKV-knál. Jó, és akkor a legizgalmasabb része talán a kutatásnak az eredmények, vagyis hogy hogyan indultunk el a teszteléssel. Ez már ugye a design ciklus, hiszen elkészült a modellünknek az első végleges verziója. Ezt teszteltük az élelmiszerláncbeli szereplőknél. Három vállalatot szemeltünk ki, akik egyébként, és akkor itt jön be talán az ellátási lánc, élelmiszerlánc aspektus, hogy olyan vállalatokat választottunk ki, akik egyébként kapcsolatban is állhatnának egymással, ugye tevékenységi körüket illetően. A C1, azaz az első cég az élelmiszer kiskereskedelemmel foglalkozik, a második cég az nagykereskedelemmel, a harmadik pedig egy élelmiszeripari feldolgozó cég. Látható azért, hogy nem szigorúan KKV-kkal dolgoztunk. Ennek az az oka, hogy az első körben mindenképp meg akartuk nézni, hogy és kíváncsiak is voltunk arra, hogy egyébként a nagyobb vállalatok milyen problémákkal küzdenek, hiszen akkor ezek természetesen előfordulhatnak a KKV-knál is. Milyen olyan akadályok vannak, amit még egy nagy vállalat sem tud megugrani, a képesség hiányai véget. Úgyhogy ezért is került bele kiskereskedelmi vagy nagyvállalat is. Jó. A színek pedig majd a következő diagramon fogják képviselni az eredményeket. Nos, és akkor ezek a pókháló diagramok így elsőkörös értékelés szempontjából ezeket találtuk a leginkább mutatósnak. Ugye itt látható a folyamatképességnek az eredményei. Az egyes dimenzióban milyen eredményeket értek el maguk a vállalatok. A három fő dimenzió látható, azonban az aldimenzióknak az eredményét átlagolva kerültek így be az eredmények. Összességében az látható, hogy a C1, azaz a kiskereskedelmi vállalat, a nagyvállalat az, aki folyamatképesség szinten a legmagasabban áll, tehát a folyamatszabályozásban kifejezetten elöl jár, folyamatok transformációjában is egészen jó, viszont a folyamatok integrációjában nem. Ez mit akar? Sok esetben a folyamat képesség, a folyamat teljesítmények nincsenek összekapcsolva. Nem látják a vállalaton belül, hogy egyes folyamatoknak a teljesítménye hogyan hat a másik folyamatra. Ez azért fontos, úgy összességében, akár egy technológiai előrelépéshez is. Kicsit szomorú, kicsit nem. Én egyébként élelmiszermérnök vagyok, és dolgoztam feldolgozó üzemben és egy halfeldolgozó üzemben, ráadásul KKV volt, és az a tapasztalatom, hogy digitális szinten azért nincsenek annyira elől, viszont folyamati szinten sem. Papír alapon dokumentálnak nagyon sok mindent, és egyébként ez a folyamatokra is kihatással van. Úgyhogy ez egyébként ebben az esetben is meglátszik a folyamat képességeknél, és lelövöm a poént, de egyébként digitális szinten sem lesznek sajnos nagyon előrébb. Jó, és akkor végül az IT képesség és kiberbiztonsági dimenzió. Ez azért van így egybe, mert technikai okokból ezt a kérdőívben így összevontuk, ha bár külön kérdés van mindegyik dimenzióra, de így értékelve, egybe nézve jobb képet ad. Itt is mi látható, a C1 vállalat
sokkal kiemelkedőbb, akár méretéből, akár mondjuk a külföldi anyavállalattól hozott szabályozás véget, tehát ők ugye alkalmazzák azokat, amiket az anyavállalat ugye nem ráerőltet, hanem végül is hozza magával, és így alakítják ki a működésüket. Minden, úgy tűnik, hogy minden szinte minden dimenzióban nagyon előjáróak. Azonban az IT víziót mondjuk szembefordítanám azzal, hogy mint kiderült az interjú során, IT fejlesztésekben nincsenek nagyon befektetései. Szóval a modellünk azért nyilván még nem tudja kiküszöbölni ezeket a problémákat, tehát mondhatja azt a vált, hogy IT víziónk van, azonban előfordulhat az, hogy valójában ő egyáltalán nem fog ebbe belefektetni. Úgyhogy igazából lehet, hogy magának hazudik ezzel akár. Jó. És akkor ebben az esetben is egyébként a C1 váltot emelném ki. Ő elmondása szerint, és ugye itt jön egy kicsit, itt fordul szomorúbbra a történet, ugyanis ő elmondta, hogy amíg a partnervállalatok, akiknek gyárt és beszállít, amíg ők nem igénylik azt, hogy legyen nála is magasabb digitalizáltsági szint, addig ő nem fog ebbe belefektetni. És ez vélhetően azért is van, mert a vállalatok, nagyobb vállalatok, akár a C1, C2 szintén nincsenek még akkora szinten. Összegezve az egészet, és most a C1 vállalatot emelném ki. A folyamat képesség olyan közepes szinten van. IT-ban nagyon jó, úgy látszik, bevallotta, hogy nagyon jó a platformjai, minden rendben van nála. Ekkor szokott történni az, amivel kezdtem a gondolatomat a legelején, hogy elkezdi implementálni az IPA 4.0-át, és mi történik? Nem sikerül. Miért? Azért, mert hogyha ezt fel sem mérte, akkor nincs is azzal tisztában, hogy a folyamat képességei nincsenek olyan szinten, hogy erre, ha bár van egy digitalizációs közelít, ugye a legmagasabb szinthez a digitalizáció, nem fog együttműködni a folyamat képességek hiánya miatt. Úgyhogy ez úgymond a tisztánlátás véget egy szerintem nagyon jó modell lesz majd, hogyha elkészül, és az a vállalatok nagyon jól fogják tudni alkalmazni. És akkor még egy kicsit ugye az ellátási lánc részére visszatérve, hogyha elkészül a modell, és bízok benne, hogy tudjuk még sokáig fejleszteni, és megfelelő sokaságot tudunk megkérdezni az élelmiszerlánc, élelmiszeripar szereplői közül, akkor ezáltal úgymond egy iparági képet is kaphatunk az IPAR 4.0 felkészültség terén. Úgyhogy ez lenne majd a következő cél. Továbbra is még kérdések fejlesztése van, áll előttünk. Még a szabványoknak való megfelelés is egy kérdéses rész. Ugye sokan rendelkeznek ISO szabványokkal, azért tudjuk, hogy ez a gyakorlatban nem feltétlenül működik mindig úgy, tehát lehetnek szabványok, de annak meg is kell felelni. Ez még a modellünk nem tudja kiküszöbölni, hogy ezt hogyan is tudnánk úgy ténylegesen megkérdezni, felmérjük a valós állapotot. És igazából így az előadás végén akkor lehet, hogy fel is hívom az önök figyelmét arra, hogyha esetleg van olyan partnervállalatuk, aki mondjuk termeléssel foglalkozik, akár KKV, de lehet nagyvállalat is még ebben a szakaszban, és van esetleg kedve részt venni akár mondjuk a tesztelésben, akkor nagyon szívesen várjuk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, kérdéseket pedig majd várom az előadásban.